Köszöntöm a szubjektív nézőit! Mai műsorunk vendége Monsignor dr. Pénzes János, a Szabadkai Egyházmegye püspöke. Köszöntöm nagy méltóságú püspök urat, és el kell mondjam rögtön az elején, hogy az életútjáról fogjuk kérdezni. És ha az életútról van szó, akkor nyilván a kezdetektől kell indulnunk, méghozzá Bajmokról, mert hogy püspök atya Bajmokon született. És ehhez kapcsolódik azonnal az első kérdésem is. Mi a titka Bajmoknak, minek után két püspök és több pap is ott született, onnan származik, és nagy karriert futottak be az egyházi hivatalokban, illetve nagy-nagy szolgálatot tesznek az egyháznak. Mi a titka ennek a településnek? Jézus azt mondta az apostolainak, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ha azt kérdezzük, hogyan szerette Jézus az apostolait és minket is, akkor a válasz az, hogy életét adta a tanítványaiért és mindannyiunkért, föláldozta az életét. Tehát az áldozatkészség, ha egy közösségbe és az imádságos lelkület megvan, akkor nem csak Bajmokról van szó, hanem a többi egyházközségről is, akkor egész biztos, hogy onnan hivatások fakadnak, nem csak a világi papok számára, hanem a szerzetesek, szerzetesnők számára is. Abban az időben, 50 évvel ezelőtt, én most az 51. évemben vagyok, mint pap, valójában megteltek a templomok, és mondjuk a Lurdi 9-et családoknál, házaknál végezték, mint gyerek én is ott voltam a nagyanyámmal, vagy édesanyámmal, tehát egy ilyen, mondhatnánk úgy, ilyen lelki életet élt az egész közösség, és ebben az életben egész biztos, hogy a gyermekeknek is volt annyira lelki örömük, hogy választották a papságot, a szerzetességet, a szerzetesnői hivatást. Na most, ugye, ha azt gondoljuk, hogy hát valójában magában véve mi is az, itt csak arra lehet mondani, az egészet, hogy a gondviselés, az isteni gondviselés, az bízunk abban, hogy mindig lesz elegendő pap, és a hívek száma is, ha csökken is, de az isteni gondviselés velünk van. És amikor közösségről van szó, akkor nem szabad megfeledkeznünk a legkisebb közösségről, a családról. Püspök atya milyen családból származik, hogyan tudná leírni? Hát én munkás családból származom, édesapám az asztalos volt, műhelye volt, és voltak segédek, hinasok, édesanyám pedig varónő volt. Úgyhogy a házban mindig volt ilyen mozgás, valójában úgy gondolom így visszatekintve, hogy a hivatásomnak valóban nagyon nagy lendületet adhatott az is, hogy a házunk kertje a temetőre vitt. A temetőbe pedig van kápolna, és amikor temetés volt, akkor most is és akkor is mindig harangoztak, van egy harang. Tehát én már egész kiskoromtól kezdve, amikor meghallottam, hogy harangoznak, akkor mentem és néztem a temetéseket, és ez annyira hatott rám, például édesanyám az megtanította velem imádkozni az Üdvözlégy Máriát, én pedig a temetőbe megtanultam a Mi Atyánkot. Egyszer hazaértem, és az ebédnél mondtam, hogy tudok egy temetői imádságot, és a Mi Atyánkot elejtő végig folyékonyan el tudtam mondani. Na most ugye a papokat is néztem, meg a minisztránsok is voltak, úgyhogy ez valószínű, hogy ez is egy komoly lendületet adott arra, hogy ezt a hivatást válasszam.
Ez azt jelenti, hogy még mielőtt tudatosan elkezdett készülni, már mint iskolában elkezdett készülni erre a hivatásra, már akkor is megfordult a gondolat a fejében, hogy papi hivatást választ? Igen, valószínű, lehet, hogy akkor még egészen nem mondtam ki. A 8 osztályos iskola után közöltem a szüleimmel, hogy papnevelő intézetbe akarok menni, kis szemináriumba, gimnáziumba, és előtte mondjuk a 2. osztálytól a 8. osztályig szinte naponta szentmisén vettem részt, és minisztráltam. Tehát ez a édesapám viszont, amíg nem olyan voltam, hogy még nem jártam iskolába, rendszeresen vasárnaponként vitt a templomba. Egészen emlékezetemben maradt, ugye a padok, azok a jobb oldala férfiaké, a bal oldala az asszonyaké, és az édesapám a 2. padszakaszba ültünk, és akkor én mindig kicsit pipiskedtem, és néztem a minisztrálókat, ami nekem nagyon tetszett, mert ugye különböző gallérok, ruhák, zöld, piros, lila, vagy éppen fehér volt, úgyhogy ez aztán már nekem nem volt semmilyen gond, hogy 2. osztály végén, akkor voltam első gyulma, első áldozó, persze a többiek is, abban az időben nem a 3. osztályban, hanem a 2. osztály végén. És akkor édesanyám elvezetett a káplánhoz, és akkor az fölvett a minisztránsok közé. Ez azt jelenti, hogy már lehetett sejteni, hogy szeretne közelebb kerülni ehhez a hivatáshoz. Egész biztos. Mit szóltak a szülei? Hát elejében ők erre nem nagyon figyeltek. Aztán utána, mivel hát nincs testvérem, mikor közöltem velük komolyan, hogy hát a 8. osztály után elindulnék, jelentkeznék a papi hivatásra, akkor nemleges választ kaptam, viszont utána mégis valahogy küzdöttem azért, hogy ezt elérhessem. Azt mondtam édesapámnak, hogy most nem mehetek, ha nem engednek, ugye 14 évesen, de ha befejezem a középiskolát, a gimnáziumot, akkor utána én már nem papnak megyek, hanem ferences szerzetesnek. És akkor édesapám gondolkodott egy 2 hétig, mire végül is mondta, jó, akkor menj papnak. És mondjuk arra emlékszem, hogy az Vekánovics Mátyás püspök úr, 11 néhányan voltunk, akik ugye így este vonatra ültünk, Zágrebba mentünk a kis szemináriumba, és ott volt a gimnázium, klasszikus gimnázium, és akkor az Vekánovics püspök úr segédpüspök volt, és vezetett bennünket a Budánovics Lajos püspök úrhoz, aki aztán hát fogadott bennünket, és elbocsájtott bennünket azzal, hogy a bácskaiak soha nem hoztak szégyent bácskára, és a viselkedésünk olyan legyen, hogy tényleg minden szempontból megfelelő legyen. Sajnos ez volt az utolsó találkozó Budánovics Lajos püspök úrra, hiszen ő tavasszal, március 16-án meghalt. Viszont Zágrábba kellett menni középiskolába. Nem volt ez túl nagy váltás Bajmokról Zágrábba? Érdekes, hogy nekem nem. Volt olyan, aki mondjuk egy-két hónapot kibírt, és utána a honvágy vonzotta és hazament. Mondjuk ott valóban nagyon sokan voltunk azokban az években. 350 diák volt a 4 osztály, és hát arra emlékszem vissza nagyon jól, hogy a 350-ből csak én betegedtem meg hastifuszban, és a fertőző osztályon 2,5 hónapig
kezeltek, úgyhogy hát nem éppen jó kezdődött. Megfordult a fejembe az a gondolat is, hogy meghalok. Nem, hogy hazajön? Hát utána már ugye, mikor hát az orvosok ott elmagyarázták, hogy ez hogy megy, mit kell ehhez, hogy egy-két nap alatt leverték a láz, megszűnt, és utána ugye akkor a gyomor, vagyis a belek jobban mondva olyan vékonyak, mint a flisszpapír, és akkor pudingot lehet csak enni egészen, és akkor lassan adnak komolyabb, nehezebb ételeket, és akkor hát sajnos ez a betegség kiújult recidívvel, úgyhogy még egyszer ott kellett maradnom, még egyszer megjelent a láz, stb. De aztán karácsony előtt valamikor akkor onnan hazajöttünk karácsonyra és húsvétre is. Viszont az egyetemen már csak a fél évi szünidő volt februárban. És diplomálás után azért mégiscsak hazatért, és itthon szentelték. Persze, persze, de abban az időben még volt szubdiakonátus is, és diakonátus, ott szenteltek bennünket, szubdiakonussá és diakonussá. Engem a Kuharigy bíboros, nyugodjon, ő meghalt már, ő szentelt diákonussá húsvét előtt, és akkor aztán 68-ban Péter Pálkor volt általában a papok szentelése, négyen lettünk szentelve. Még az apostoli kormányzóságban voltunk szombat este, és másnap volt, vasárnap 30-án, június 30-án az egyházmegyénknek a kikiáltása, amit Sepper bíboros végzett. Milyen érzés volt, hogy pont akkor volt két ilyen óriási ünnep a Püspök atya életében, az, hogy pappá szentelték, illetve hogy önállóvá vált ugye a Szabadkai Egyházmegye. Milyen érzés egy ilyen történelmi pillanatban ott lenni az első sorokban? Hát ugye nyilván, hogy a leg boldogabb pillanatok a papszentelés volt. Nagyon sok vendég volt, ugye már aznap több püspök volt már este a mi szentelésünkön, négyen voltunk pappá szentelve, úgyhogy még mind a négyen élünk, úgyhogy ez gondolom nagyon-nagyon nagy öröm így visszaemlékezni. És akkor kezdődtek a szürke hétköznapok idézőjelben, mert hogy akkor fiatal papként ugye sok felé szolgált, de ezt szinte mindenki tudja, aki ismeri Püspök atyát, hogy a legemlékezetesebb, vagy a legkedvesebb, vagy a leghosszabb idő, az Horgoson telt. A mai napig is úgy emlegeti Horgost, mint egy második szülő városát. Igen, hát az első helyem az 68-tól 69-ig Adán voltam káplán, utána a kis szemináriumban, a Paulinumban, itt a püspök kinevezett fegyelmi elöljárónak, prefektusnak, majd ezt követően a püspöki irodában egy évig voltam jegyző, és utána következett 16 évig a plébánusi szolgálat Horgoson, ami hát persze a legszebb emlékeimben maradt, és hát mondhatom azt, hogy akkor ismertem az egész közösséget, akkor 6650 katolikus volt, és 7500 lakossa volt Horgosnak. A házszentelések az ott már szokás volt, és én folytattam. 73-ban 832 házat szenteltem, és akkor ez lassan-lassan nőtt, nem úgy, hogy mindig újabbak, és, de volt úgy, hogy elmaradt, lemondták, stb., de mindig többen voltak, akik újak kérték. Úgyhogy a 89-ben, mielőtt kilettem nevezve püspökké, 1430 házat szenteltem Horgoson. Tehát azt a 77 utcát, ha
éjfél után fölébresztettek volna, azt mind el tudtam volna fejből mondani, annyira ismertem a közösséget, és szép emlékeim vannak, és valóban nagy szeretettel fogadtak általában mindenütt. Tehát Horgos az valóban a szívéhez nőtt, esetleg visszavágyik néha a horgosiak hát, közé? Nem mondhatom, hogy most már alig valakit ismerek, ugye ez 30 éve annak, hogy ott voltam. Hát most, hogyha élek és lehetséges lesz, akkor május 18-án délelőtt 10 órakor lesz valószínű utoljára Horgoson a bérmálás. Mert most ez az 5 kerület van soron, és a szokásunk szerint az elődöm így vezette be A, B, C év, tehát ez a C év, és akkor hát most a plébánost kérdeztem, 31 bérmálkozó lesz. Akkor visszavárják a horgosiak ebből az alkalomból is. Hát jó, hát ugye ez olyan dolog, hogy az embernek az élete az úgy szépen lepörög, és utána hát maradnak az emlékek. Olvastam azt a levelet, amelyet Püspök atya kapott annak idején 1989-ben Szent II. János Pál akkori pápától. Milyen érzés az, amikor a pápa fiamnak, fiunknak szólítja? Hát ugye magába véve a kinevezés volt óriási meglepetés, mivel én nem nagyon szerepeltem a jelöltek között, állítólag volt 20-valahány jelölt, és akkor abból végül is nem nagyon lehet tudni, hogy ki kerül ki. Valószínű, hogy a Szentatyánál az nyomós érv volt, hogy egy olyan jelöltet nevezett ki, aki hát hosszú időn keresztül, 16 év, az elég hosszú idő, a lelkipásztorkodásban volt, és vannak tapasztalatai a hívekkel, kommunikáció, stb. Esperes is voltam közben, úgyhogy és mondjuk úgy őszintén mondva, nagyon-nagyon váratlanul ért, mert ugye tudjuk azt, hogy mikor elkezdődik a jelölteknek a keresése, akkor a befutott jelölteknek a neveivel szétosztanak papoknak kérdőíveket, és akkor minden jelöltről, nem tudom, van egy tizenvalahány kérdés, és az utolsó mindig az, hogy alkalmasnak tartom-e az illetőt. Hát azért biztos voltam szinte benne, hogy én kívül vagyok a jelölteken, mivel én is kaptam egy 3-4 jelöltet, hát és általában olyan papok voltak, akiket ismertem, és én mindegyiket alkalmasnak találtam. És aztán valóban nagyon meglepődtem, amikor a nuncius hívott. Én azt gondoltam, hogy esetleg még valamelyik jelöltnél valamit még bővíteni kell a kérdésekre, mert azt írták, hogy ne válaszoljunk úgy, hogy igen, nem, hanem bővebben írjuk le a kérdésre a véleményünket, vagy azt, amit tudunk. És aztán jöttek újra csak a püspöki szürke hétköznapok. Mennyire változtatta meg az életét, és egyáltalán a mindennapét az, hogy ilyen komoly megbízatást kapott, felelősségteljest? Hát mondhatom, hogy nagyon megváltoztatták, mert mondjuk például, ha segédpüspöknek lettem volna kinevezve, akkor az messze menően könnyebb, mint egy megyéspüspöknek, mivel a segédpüspök azt végzi, amit a megyéspüspök elmond neki, vagy megparancsol. Viszont a megyéspüspök az döntéseket kell, hogy hozzon, és soha nem lehet elbújni valamilyen tanácsosok szavazása mögé, stb. Ezt minden pap tudja, hogy addig még a megyéspüspök nem ír alá, addig az irat az nem életképes, nem lehet, nem fogadják el. Na most ugye a püspök, amikor több szeméről kell
írni, vagy választani valakit azok közül, akkor ugye előfordulhat az, hogy nem épp a legmegfelelőbbet választom, vagy mit tudom én, ha a legmegfelelőbbet, akkor esetleg mindig van utóhang, és lehet kellemetlenség. Hát mondjuk a harmadik évemben akkor volt a legnehezebb, akkor gyógykezelésre mentem pár hónapot, és hát utána aztán gyógyszerekkel, stb. 92 óta, aztán utána kezdtem. Mondjuk úgy, hogy magamhoz tértem, de a nuncius úr azt mondta, ha valami olyan van, amiben én nem tudok dönteni, akkor ne felelőtlenül válasszak valamilyen döntést, hanem menjek el ő hozzá, és akkor volt egy néhány eset, amikor elmentem, és akkor valóban nagyon jó tanácsot adott, és akkor a probléma könnyebben megoldódik, habár mondjuk mindig maradhat valami utóhang. És a bizalom a pápa részéről még ma is tart, mert hiszen még mindig várja, hogy kinevezzék majd az új püspököt, ettől eltekintve megkérte, ugye, Ferenc pápa arra, hogy ha az egészsége engedi, akkor maradjon még a hivatásában. Igen, hát a nuncius úr által, tehát a Szent Széktől, a pápától nem kaptam semmilyen iratot, de a nuncius úrtól kaptam egy iratot, és ebben van egy ilyen formula, ami latinul van, nunc per tunc, és akkor ez idézőjelbe van téve, és utána van vesző, és akkor azt írja, hogy az illető, ugye ezt a pápa megfontolás után döntötte, maradjon a megyés püspöki székben, amíg ki nem lesz nevezve az új püspök. Hát most ez ebben a várakozó helyzetben vagyok, úgyhogy... Ehhez kívánunk sok egészséget és sok erőt még, hogy még ezt a várakozó helyzetet is jól megoldja, de azért egy kérdés még maradt. Ha újra kezdhetné az életét, változtatna rajta valamit? Hát valószínű annyit változtatnék, újra pap lennék, de mondjuk a püspöki szolgálatot mindezek után nem. És a nehézségek miatt vagy? Igen, a nehézségek miatt, amelyek az embernek az egészségét is kikezdik. Tehát ez olyan valami, amit ha azt mondjuk, hogy az egyházban nincsen demokrácia, hogy majd szavazunk, és akkor ez vagy az lesz a döntés, hanem monarchia van. Úgy, ahogy a Szentatyát nem lehet sehogy leszavazni, ha ő valami döntést hoz, ugyanígy az egyházmegyékben a püspök és a plébániákon a plébánosok is, még a plébános alá nem ír, addig nincs semmi. Megköszönöm a mai beszélgetést főtisztelendő püspökatyának, Pénzes Jánosnak, hogy egy néhány szót ejthettünk a gazdag élet útjáról, és reméljük, hogy majd nyugdíjas évei alatt is tudunk beszélgetni mindarról a sok szép tapasztalatról, amelyet püspökként, illetve papként megtapasztalt ebben az egyházmegyében. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!